Hamarosan újra becsengetnek, az aradi diákok izgalmas programokban gazdag nyarat tudhatnak maguk mögött. A vakáció ideje alatt különféle napközis foglalkozások és táborok váltották egymást, különösen a hiánypótló mesetábornak volt nagy sikere. Arad megyében a történelmi egyházak szinte mindegyikében szerveztek nyári táborozásokat a magyar gyerekeknek. Idén is tartottak úszótábort Kisiratoson, és az RMDS Arad megyei szervezetének támogatásával nagy sikerrel működött a nyári iskola több aradi iskolában. Népszerű volt a mesevarázsmese tábor is, ahol a diákok egy héten át minden nap mesefoglalkozáson vettek részt. Az egyedinek számító kezdeményezés tavaly indult, és olyannyira sikeres lett, hogy idén már két táborban is fogadták a 8 és 10 év közötti gyerekeket. Én jól érzem magam, az nagyon tetszik, hogy van szabadidőnk, finomak az ételek. Sok barátommal találkozok, esetleg aki a suliba nem jár, vagy esetleg egy osztállyal fennébb van, és akkor a szünetekben inkább a én osztálytársaimmal játszok. Lehet kincseket találni, és tudunk szórakozni, csinálhatunk karkötőket, estére tudunk mesét mondani, meg minden. Ez a tábor nagyszerű. A fiatalok együtt játszottak, daloltak, alkottak, rajzoltak, közben sokat meséltek hősökről, próbákról, bátorságról és félelemről, mindezt különféle elektronikus eszközök nélkül. Egy olyan világban alakulóban, ahol egyre inkább a virtualitás kerül előtérbe, és mi azt szeretnénk, hogyha a gyerekek a valóságot tapasztalnák meg. Annak minden előnyével és, ha úgy tetszik, hátrányával együtt, de hogy itt éljenek ebben a háromdimenziós valóságban. Ezt szeretnénk hozzájuk közelebb hozni. Több lehetőségből választhattak tehát az aradi magyar fiatalok a szünidő ideje alatt, ami nem csak a gyerekek felügyeletének biztosítása miatt fontos, hanem azért is, mert a szorványban a jó közösségi élmény sokszor erőt adhat az identitás megőrzésére is.